Én Hajogos Máté vagyok, sziasztok! Bizonyára, aki nézi ezt a videót, az tudja is már a nevem. A freestyle történetemről lesz szó ebben a videóban. '09 nyarán csináltam meg az első világkörömet, azonban utána egy kisebb sérülés, illetve motiválatlanság miatt egy fél évig abbahagytam, majd 2010-ben kezdtem el újból komolyabban gyakorolni, és 2013-ban jött is az első siker, ahol a Kenvan Freestyle Champs, amit Milcsi barátunk szervezett, sikerült első helyen végezni, és utána elindult egy szép történet így a bajnokságok megnyerését illetően. 2018-ban értem fel úgymond a csúcsra, amikor ugye a Red Bull Street Style-on képviselhettem Magyarországot Varsóban, majd ezen felbuzdulva, illetve talán az életem legjobb formájában vártam ugye a 2019-es versenyt, ahol Miami-ban volt a kijutás a tét, és Szabados Ádám ellen mentem a döntőben, ahol hát több okból kifolyólag is visszagondolva ugye okos az ember, de alul maradtam, és így Ádám mehetett Miami-ba. Hát ez egy nagyon nagy kudarcként él a fejemben mind a mai napig, de ott elhatároztam, hogy a következő versenyt azt én fogom megnyerni, és felszívtam magam, összeszedtem a gondolataimat, illetve rendbe raktam a dolgokat, és ugye ennek az első eredménye ugye a 2020-as Lubasz Freestyle Night-nak a megnyerése volt, ami egy jó iránymutatást adott, hogy hogyan kell edzeni, illetve gondolkodni a jövőben. Aztán ugye jött a Covid, és ugye nem voltak versenyek, és a Lubasz után az első verseny az ugye most volt augusztus 29-én a Hello Budában, ahol végül sikerült ugye Ádám ellen revansot venni, és megnyerni a magyar bajnokságot, ami ugye fő célként lebegett a szemem előtt egészen két évvel ezelőttől fogva. I couldn't close my eyes and see you another night. I drove myself crazy thinking you'd take my wildest dreams and tear them all to the ground. So I tried to create a decoy world for you to destroy in my mind. Stay and believe you're tearing me apart while I'm coming to life, while I'm coming to life. You can stay and believe you're tearing me apart while I'm coming to life.
most jelenleg is zajlanak az online kvalifikációs körök a versenyre. Ugye Valenciában lesz a döntő november végén. A csoportomban a török, a kosztarikai, illetve a dán bajnok srác vesz részt. Jelen pillanatban itt szeptember 14-én a kosztarikai Jeff ellen készülök. És hogy miért is beszélünk ennyit a Red Bull freestyler, és miért is jelent ez ennyit egy freestyler életében? Hát azért, mert ez volt a sportágnak az első hivatalos világbajnoksága, és mind a mai napig ez számít a legnívósabb versenynek. Ez van a legextrább helyszíneken, illetve ide a legnehezebb kvalifikálni, ugyanis például az idei valenciai bajnokságon már csak a legjobb 16 versenyző vehet részt. Most jelenleg 54-en vagyunk még versenyben, szóval a versenyzőknek mindössze az egy harmada fog kijutni Valenciába, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy minden versenyző, aki jelenleg még játékban van, az egy adott országnak a legjobbja, szóval tényleg itt nagyon húzós a kvalifikáció. És most már itt vagyunk október 3-án, sajnos a kvalifikáció nem sikerült a világbajnokságra, a kosztarikai Jeff felülkerekedett rajtam, így ő mehet Valenciába, de nem vagyok csalódott, örülök, hogy megmérettethettem magam a legjobbakkal, és el tudtam érni azt, hogy Jeff is a maximumon pörögjön ellenem. Legközelebb tudom azt, hogy miben kell fejlődnöm, és hogy hogyan tudok kvalifikálni a legjobb 16-ba, ez tényleg egy nehéz verseny, de ettől függetlenül még kimegyünk megnézni Valenciába a csapattal, szóval várható valamiféle rövid videó majd az eseményről. Biztos vagyok benne, hogy a színvonal az eddigi legmagasabb lesz. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, illetve írjátok meg kommentben a véleményeteket a látottakról. Legközelebb találkozunk, én Máté voltam, a Freestyle FC-t nézitek, sziasztok!